Nagy sikert aratott a jelenlévő körében Ferenczi Sándorné kutyakiképző bemutatója, ahol ügyességi feladatokat hajtottak végre kutyái. Az előbb itt voltam a két dobermanommal, meg a német juhászommal, hát egy kis ügyességi bemutatót tartottunk. Hát ugye nem nagyon nagy a területünk, de azért igyekszünk mindenkinek a kedvébe járni. Egy kis akadályt, egy kis engedelmes ségi bemutatót, meg ugye most azért a gyerekeknek odaadom, hogy lehet csimogatni, meg lehet ismerkedni a kutyákkal, hogy mégis milyen egy kutyás élet. Hát igen, ebben rengeteg munka van, hát ugye minden nap foglalkozunk velük, hanem odahaza is, ugye ott vannak nekem is az unokák, már ugye vezeték, már voltunk kiállításon, majd most megyünk Hajdúdorogra, október elején Dobermant viszünk, meg még nem tudom, hogy egy másik kutyát majd még gondolkozunk, melyiket visszük el, és akkor ott is ugye a gyerekkutyapárban mennek, mint már voltunk, és második, harmadik, negyedik helyezettet értek el. Szepesi Tibor polgármester arról szólt, hogy egy pályázatnak köszönhetően van lehetőség arra, hogy a város négy részén tartsanak családi napot. 5 rendezvény kerül megtartásra a városban. 4 különböző helyén a városnak, ugye a kiskulcsosi városrésze, már túl vagyunk egy jól sikerült családi napon, most itt az Arany János általános iskolában, majd a Vágóhíd úton, ugye a Szélmalmi fogadóházban lesz a következő, utána a Nagyvénkertben, és a legutolsó ilyen rendezvény pedig majd az adventi ünnepi körben lesz megtartva, várhatóan a városközpontban. Azt láttuk és azt gondoltuk, és erre adott lehetőséget a pályázat is, hogy nem mindig ugyanazon a helyszínen, és nem mindig ugyanannak a érdeklődési körnek megfelelően tartsunk rendezvényeket, hanem a város különböző pontjain az ott élőknek tematikusan olyan rendezvényeket próbáljunk összeállítani, amely ott a helyben élőknek fontos. Ezért vezettük be ezt a süteménysütő versenyt, ezért mindig azokhoz a helyszínekhez kapcsolódó népi ételek kerülnek tálalásra, és hát azt gondolom, hogy próbáltuk a koncerteket, a műsorokat, a gyermekprogramot, a délutáni koncertet úgy összeállítani, hogy az érdeklődési körnek megfelelő legyen. Mind a 4 alkalommal van kutyás bemutató. A Bringa Akadémia kerékpáros versenyeket hoz, van népi játszótér, gyermekműsor és koncert is. Kutya bemutató az egy állandó program, mint ahogy állandó program a kerékpáros bemutató is, hiszen próbáljuk a kerékpáros közlekedést, a biztonságos kerékpáros közlekedést a város minden pontján minél többször népszerűsíteni, hiszen megújult az összes kerékpárutunk nem kis hosszában, hiszen közel 10 kilométer az a kerékpárút, amely most már megépült vagy megújult, úgyhogy nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a biztonságos kerékpározásra. És hát a gyerekprogramok, a kézműves programok állandóan, és ahogy mondtam, hál' Istennek nagy az érdeklődés az ételkészítő, illetve a süteménysütő versenyre is, úgyhogy szerintem egy nagyon jó rendezvénynek nézünk a mai nap is elébe. Itt igyekeznek helyi együtteseknek is lehetőséget biztosítani a fellépésre. Nagyon sok olyan zenészünk van, énekesünk, nótaénekesünk, akik a különböző városi rendezvényeken meg tudják mutatni magukat, és meg is kell, hogy mutassák magukat, hiszen itt élünk, köztünk élnek, látni, tudni kell azt, hogy ők milyen színvonalas programot, műsort tudnak adni, és hát én azt gondolom, hogy nagy örömmel fogadja őket mindenki, amikor színpadra lépnek. Próbáljuk őket is úgy fellépéshez jutatni, és egyre többször megmutatni a nagy közönségnek. Marcs Illés, a Holdvirág zenekar vezetője elmondta, örülnek, hogy végre elindulhattak újra a koncertek. A zenekarunk már elég régóta játszik gyerekmuzsikát. Körülbelül 2011-ben alakultunk, akkor még kettesben, duó formátumban működtünk Noémivel, és 2018 óta bővültünk zenekarra. Azóta van egy ütősünk is, illetve én átértem gitárról basszusgitárra, és Somogyi Viktor pedig gitárosként működik közre. A ütőhangszeres fiatalemberű a gyermekünk, 15 éves, és nagyon szereti csinálni ezt a műfajt is. Most a családi napra főleg feldolgozásos, nyári pörgőszámokkal érkeztek, és az interaktív műsorba bevonják a gyerekeket is. Hát a mai műsorban is ugyanolyan interaktív koncertet fogunk adni a gyermekeknek, mint általában. Van benne kis mozgás, van benne kis humor, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást fogunk kívánni. Hát kétféle műsorunk van általában, van egy nyári jellegű műsor, és van egy téli. A nyári műsorban inkább feldolgozások vannak, de egy-két olyan dal is felbukkan egyébként benne, amit
talán kevésbé ismernek a gyerekek. A téli műsorban viszont vannak saját szerzemények is. A zsűri a városrész legfinomabb édes és sós süteményét 8 nevezett sütemény közül választotta ki. A népi ételek közül a városrészre jellemző káposztás húst fogyaszthatta elebédre minden résztvevő. Délután a karcagi cigány nemzetiségi kisebbségi önkormányzat sátránál Szepessy Tibor polgármester fogadóórát tartott, ahol válaszolt a felmerült kérdésekre. A családi napot Herceg koncertje zárta.